A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai adásunkban egy évfordulót köszöntünk, 30 éves a Krajcáros Alapítvány, és ennek okául megjelent ez a Kitárulkozás című fantasztikus könyv, ahol visszaemlékezéseket olvashatunk az első pillanatoktól kezdve a küldetés utolsó jelenlegi állásáig. Vendégem pedig Németh István, az Alapítvány kuratóriumának elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntöm a nézőket. Tehát ez egy álom, ami formát öltött, ha úgy tetszik, ebben a könyvben. Emberöltönyi távolságot kell most bejárjunk, és én azt gondolom, hogy akkor tekintsünk vissza a kezdetekre, amikor megszületett az ötlet, illetve megfogalmazódott bennetek az alapvető cél. 1992-t írtunk, tehát még nem a megalakulás, amikor még ugye az 5. hadsereg pénzügyi vezetőjeként jött a gondolat, és ebben társra találtál Gyurica Béla személyében is, tehát nagyon sokan segítettek. Mi volt az alapvető célja, hogy ezt az alapítványt létre kell hozni? Elsősorban a rendszerváltást követő időszaknak a terméke a mi alapítványunk. Amikor a magyar honvédségben gyakorlatilag úgymond igazi civil szervezetek, az MHSZ-en meg hasonlókon kívül nem voltak, és hát a társadalomban is jelentős változások következtek be. Megjelent a civil törvénnyel kapcsolatos szabályok, és mi elsősorban akkor a hadseregnek a nem rózsás helyzetén kívántunk változtatni ebben a szervezetnek a létrehozásával, amennyiben akkoriban a személyi állománynak a jövedelmi viszonyai, sorkatonáknak az életkörülményei mindigen kedvezőtlenek voltak. Hát az alakulatoknak a finanszírozása, így utólag mondhatom, hogy rettenetes volt. Hónapokon keresztül vártak a beszállítók a kifizetésekre, és úgy gondoltuk, hogy valamilyen formában megpróbálunk ezen változtatni. A létrehozás a pénzügyi számviteli szolgálat hivatásos közalkalmazott állományából került ki, azzal, hogy valamilyen formában egy olyan széles körű alapítókirattal vágjunk bele a munkába, ami időtálló, és nem csak egy szűkebb tevékenységi kört ölel fel. És ez időtálló is lett, hiszen ezért köszönhetjük most a 30. születésnapot. És azért még tegyük hozzá, hogy nyilván ez a program, ez kiegészült, hiszen akkor alakult meg a Honvédség és Társadalom Baráti Kör is, tehát ez egy fontos párhuzam bizonyos értelemben, bár a Krajcáros Alapítvány némiképp sokkal tágabb körben próbált visszatekinteni, illetve fogalmazta meg céljait. Így van, a Honvédség Társadalmi Baráti Kör székesfehérvári szervezetének én személy szerint is alapító tagja vagyok, és az általuk megfogalmazott célok a nevükből adódik, és én úgy gondolom, hogy ők is a mai napig beteljesítették a vállalásukat, beteljesítettük a vállalásunkat, és a Krajcáros Alapítványnak az egyik legfontosabb partnere a HTBK.
térjünk vissza a Krajcáros program sorozataihoz, hiszen amit megfogalmaztatok 3 évtizede, az jószerivel minden megvalósult, és azóta nagyon sok mindennel kiegészült. Ha itt végigmegyünk, akkor mi magunk is számtalan beszámolóval éltünk. Tehát itt volt eleve az ecsettel a békért. Én azt hiszem, hogy ez egy kivételes lehetőség arra, hogy az alkotóművészek, a képzőművészek is megmutathassák, és nem feltétlenül csak profikról van szó, hogy miként gondolkodnak, hiszen ecsettel a békért önmagában benne van ebben a felhívásban is. 2013-ban kezdtünk ennek a programnak a szervezésébe, és a mai napig is élő program. A nevében ennek is benne van, hogy mi volt a törekvésünk. Az apropót pedig az első világháború közelgő centenáriuma adta akkor. Hát az első kiállításunk itt Fehérváron 60 portréval kezdődött a Tiszti Klubban. Akkor nagyon úgymond elégedettek voltunk, hogy néhány hónap alatt sikerült megnyerni ez a programhoz több jeles alkotóművészt, és aztán utána szép lassan, fokozatosan még több helyszínen volt kiállításunk, ma már a 85. ilyen tárlat megnyitón vagyunk túl, 5 országot érintően, 950 alkotó, és 7 országból vannak művészek, akik úgy gondolták, hogy ez a program számukra is fontos. Köztük vannak profik, vannak amatőr, kezdő művészek is, és hát egy albumban, ennek megfelelő Ecsettel a békét című albumban adtuk közre 3 évvel ezelőtt az akkori meglévő 650 képnek a bemutatását. Hát most már időszerű volna, hogy a még hátralévő több mint 300 képet is megjeleníthessük. Hát elsősorban financiális akadályai vannak ennek, de úgy gondoljuk, hogy a 110-es évfordulóra 2024-ben, illetve 2028 között időszakban még tovább bővül, majd addigra tovább bővül ez a kollekció, és akkorra szintén sikerül majd a második kötetet is megjelenítenünk. Célként fogalmaztátok meg a történelmi megemlékezések visszahozatalát, ha úgy tetszik, és ráadásul mondhatom úgy, hogy a határainkon túl és itthon is. Itthon is mondjuk az természetes, bár a rendszerváltás előtt ez nem volt természetes, valljuk meg, hiszen az első és a második világháborús hőseink is méltatlanul elfedésre kerültek a központi hatalom jó voltából, ha úgy tetszik. És ti felélesztettétek azt a hadományt, tehát nem csak itthon, hanem a határainkon túl is, hogy erre kiemelten figyeljetek. Szerencsére úgy mondhatom, hogy nem vagyunk egyedül ebben a szándékban, kezdeményezésben. Többek közt a HTBK partnerünket is tudom említeni. És az ezredforduló tájékától tulajdonképpen a hatisír gondozása fő profilunk, ehhez kötődő megemlékezések kezdeményezése és megtartása. Hát a két világháború korszakán túlmenően azért a 48-49-es szabadságharc sem lett elfelejtve részünkről. Jelenleg 25 tárgyasult emlékhely van Magyarországon, a környező országokban, amit a szervezetünk közreműködésével lettek felállítva, és ebben vannak Székelykeresztúron például Bentábornok szobor, Érsemjénben Kazinczy Lajos honvédtábornok szobra, és hát a első-második világháborút érintően is sok helyen jelen vagyunk
ilyen alkotásokat. És ráadásul az események, tehát a pontos dátumok, azok mindig méltóképpen kerülnek elénk, hiszen a megemlékezések nagyon-nagyon fontosak. És ez már is előrevetíti az egyik legfontosabb programpontot, a nemzeti összetartozás, az integráció és a közös emlékezés, hiszen ez nem csak a Krajcáros Alapítvány, hanem a Krajcáros Alapítvány vezetésével nagyon sokan csatlakozhatnak ezekhez a missziókhoz. Igen, örömmel vesszük bármikor és bárhol, ahol jelen vagyunk, vagy kezdeményezni tudunk ilyen partnerséget. Úgy gondolom, hogy sokan érzik fontosnak ezt a munkát, amit végzünk, és hát egy kicsit keserű szájízzel, másrészt örömmel, de úgy gondolom, vagy úgy tapasztalom, hogy a határainkon túl talán népszerűbbek is vagyunk, pontosabban ismertebbek vagyunk, mint itthon. Hát Fehérvár ebből nyilván kilóg a sorból, mert itt több vonatkozásban jelen vagyunk a civil közéletben, illetve a helyi média, Fehérvár TV is több esetben adott tudósítást a tevékenységünkről. A nemzetközi példák serkentőleg hatnak? Tehát azért tudjuk, hogy van jó néhány olyan ország, ahol kiemelten megbecsülik az első-második világháborús hősök emlékműveit, és figyelnek oda a különböző évfordulókra. Én azt gondolom, hogy igen. Ahol jelentősebb számban élnek magyarok, ebből nekünk a Felvidék van most egy kicsit testközelben. Annak is a kapcsolataink Komárom, Pozsony távolság között lévő településeket érinti, valamint Észak-Kelet-Szlovákiának az ottani térségében mintegy 180 katonatemető vagy parcella van az első háborúból. Ezek felújításában, rekonstrukciójában vagyunk jelen 2010 óta az ottani partnerekkel, és hát örömmel mondhatom, hogy a 180 sírkertből most már közel 40 valami részvételünkkel méltó állapotba került. Most a legutóbbi ilyen nagyobb lélegzetű munkánk volt Takcsányban, Szakcsinban, ahol 13 magyar huszárnak a sírkert részében sikerült új sírköveket elhelyezni, és egy igen szimpatikus, ilyen közvetlen avató rendezvényt tartani a helybéli civilséggel, önkormányzattal. Zámbó Sándor neve gondolom ismerő sokaknak Fehérváron. Ő adományozott nekünk egy harangot, amit Takcsányban a helyi civil szervezet partnerünk hozzá tett egy haranglábat, és így most már teljesen megnyugodhatunk, hogy az ottani parcellában nyugvó magyar huszárok méltó körülmények között alusszák örök álmukat. Igen, hát a katonatemetőkön túl egyébként ott vannak az emlékművek, amelyek szintén folyamatos igénylik legalábbis azt, hogy odafigyeljenek rájuk. És ez nem csak ma hazánkban van így, hanem a tapasztalatok szerint határainkon túl is. Az egyik leginkább folyamatos kapcsolatot Érsemjénben, Debrecentől durván 40 kilométer a határ másik oldalán, az ottani Kazinczy Lajos szobrunknál, illetve az ottani polgármesteri hivatallal, iskolával, tánc együttessel, partnerségben minden évben, október közepén megemlékezünk személyes jelenlétünkkel a 48-as vértanunknak a haláláról, illetve születéséről, mert az is körülbelül október közepére, illetve 20-valahanyadikára datálható mind a két esemény.
Kiemelten fontos a szabadidő hasznos eltöltése, hogy fogalmaztátok annak idején 30 esztendeje, tehát ez nyilván vonatkozik mindenképpen a tagokra is, tehát hogy a, nem csak ünnepek vannak, hanem vannak szorgos, dolgos hétköznapok is. A szorgos, dolgos hétköznapok vannak túlnyomó többségben, mert ahhoz, hogy egy-egy ilyen megemlékezés vagy bármilyen program létrejöjjön, előtte nagyon sok önkéntes munkaórát kell teljesíteni. Évente mintegy 5-7 ezer munkaóra van nyilvántartva részünkről, és hát ezek a megemlékezések, produktumok, mindegyike úgy gondolom, hogy alkalmat ad arra, hogy egyrészt az emlékezet ébren tartásra, másrészt pedig, hogy akik valamilyen módon szeretnének aktívan eltölteni az nyugdíjas éveiket, nyelvgyakorlástól kezdve, a diákságot is igyekszünk bevonni, a hadisírgondozó munkába több ízben voltak jelen tizenéves partnerek, és ezek mind alkalmat kínálnak arra, hogy valamilyen módon hasznosan kerüljön eltöltésre a meglévő szabadidő. Igen, erre szerettem volna kitérni, hiszen itt nyilván van egy olyan ifjú generáció, akiket meg kell szólítani ez ügyben. Tehát a hazafias nevelés tekintetében rájuk az alapítványra különös feladat hárul, hiszen meg kell értetni és tolmácsolni mindazt, ami a magyar történelemben történt, és egy időben méltatlanul elfeledett volt. A fiatalok mennyire tevékeny résztvevői ennek a programnak? Vegyesen lehet ezt az egész gondolatsort összefogni. Elsősorban azokra tudunk számítani, ahol a családi háttérben valamilyen élő öröksége van, akár a két háborúnak, akár a később időszak eseményeinek. És hát vannak olyan iskolák is, ahol a történelem óráknak a szerepe az nem kifejezetten a tankönyvben olvasottaknak a visszakérdezésére szorítkozik, hanem bővebben foglalkoznak az eseményekkel, és ezeken a helyszíneken, ahova eljutunk, mi igyekszünk valamilyen módon megmutatni az ottani magyar érintettséget, tehát Isonzó Doberdó önmagában egy magyar tragédia helyszíne, de a Vizintini kápolna, a Kobaritban lévő múzeum megnézése is belefér ezekbe a programokba. Ugye az elve, a hitvallásotok, az együtt többet jobbat, az nyilván ezt igényli is, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a kapcsolatotok az önkormányzattal. Megkapjátok-e azt a segítséget, ami rendkívül fontos ahhoz, hogy méltóképpen képviseljetek azokat az elveket, amelyeket meghatároztatok magatoknak? Tulajdonképpen az elégedetlenség szavával azt kell, hogy mondjam, hogy kapunk, de nem eleget. De, hogy komolyra fordítsam a szót, eddig az volt a tapasztalatunk, hogy szerény összegekkel, de mindegyik programjaikat, amiket az önkormányzat támogatásra méltónak ítélt, tisztességgel igyekeztünk teljesíteni, és képviseltük városunkat, a Katonaváros hírnevét. Ebből talán az Ecsettel a békéért programhoz kanyarodnék vissza, ahol Pozsonyban 915-ben volt egy kiállításunk, ahol a városunk polgármestere, több önkormányzati képviselő is jelen volt, és egy kicsit büszkén mondom, hogy tavaly az ottani volt alpolgármester asszony Fehérváron a királyi napok alkalmával városunknak vehette át kitüntető címét, tiszteletbeli polgárává vált ő is,
Vagyis egy olyan folyamat valósult meg egy néhány év távlatában, ahol kezdeményezők voltunk talán, és kiteljesedett a tavalyi eseményben. Igen, hát és most pedig itt van az évforduló. Honnét jött a gondolat, hogy egy ilyen tartalmas, nívós könyvben szólaljanak meg mindazok, akik nagyon sokat tettek az elmúlt 30 évben az alapítványért? Hát 30 év az elég hosszú idő. Munkában mindenképpen, kapcsolatok építésében szintén. Azt gondolom, hogy eddig ilyen vagy hasonló megemlékezésünkre nem került sor, azért, mert mindig úgy fogalmaztunk, hogy munkával töltjük el az 5-10-15 évfordulókat. Mostanra viszont megérett egy olyan igény is, szándék is, amikor azt gondoltuk, hogy az a sok-sok önkéntes, az a sok-sok hazai, külhoni partner szervezet megérdemli, hogy valamilyen formában közzé tegyük egy komplexebb anyagban, hogy miről is szól ennek a szervezetnek az élete, tevékenysége, honnan indultunk és hová jutottunk. Tehát méltóságot adtok ennek a három évtizednek. Én azt gondolom, hogy aki ezt a könyvet vagy itt a képeket nézte, az bizonyos lehet benne, hiszen remek írások és visszaemlékezések születtek. Milyen jövőképe van a Krajcáros Alapítványnak? A jövőkép egy kicsit nehezen fogható meg részünkről. Elsősorban azért, mert hát a pénzügyi helyzetünk az nem kedvező, már évek óta abban a stádiumban vagyunk, hogy megkezdtük a tartalékaink szinte teljes körű felélését, és ez ugye behatárolja, hogy milyen jövőképünk lehet, stratégiánk lehet. A jövőképbe tartozik az is, hogy személy szerint én betöltöttem a 70. életévemet, és idejét érzem, hogy valamilyen formában a szervezet vezetését át tudjam adni egy fiatalabb nemzedéknek. Hát ennek szintén pénzügyi akadályai vannak, lévén, hogy alkalmas szemét találnék rá, de hát ezek a fiatalok mind munkabérért dolgoznak elsősorban, mert nekik a mindennapi megélhetésüket kell biztosítani. Tehát úgy gondolom, hogy akkor ez bizonyos értelemben nehéz helyzet, de nincs kétségem a felől, hogy lesz majd egy olyan az új generációból, akik átveszik ezt a hitvallást, ezt a missziót, hiszen ez egy olyan küldetés, ami rendkívül fontos számunkra. Nos, én ehhez kívánok jó egészséget, és természetesen azt az ígéretet is tolmácsolom az alapítvány minden tagjának, hogy azokon a rendezvényeken, amelyre meghívást kapunk, ott leszünk. És én köszönöm szépen minden székesfehérvári, minden magyar nevében ezt a három évtizedet, amit ezzel töltöttetek, hogy egy kicsit megmutassátok a múltat, és méltósággal tegyétek. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a 30 éves Krajcáros Alapítvány kuratóriumi elnöke Németh István volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.